Az esemény helyszínéül a Magyar Szószékházának tanácsterme szolgált, amelyen jelen volt Vicsek Anna Mária, az Újvidéki Magyar Oktatásért projektum vezetője, oktatási államtitkár és Erdődi Edvina, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is. Az évek során valójában szépen kikerekedett ez az Újvidéki Magyar Oktatásért projektom. Ebbe valójában nagyon szépen beépül a Rákóczi Szövetségnek a támogatása, ami évről évre bővül, hiszen az első könyvem című kiadványjal az újszülötteknek kedveskedünk, az iskolatáskával, illetve a nagycsoportosoknak a mesekönyvvel, meg a 10.000 forintos ösztöndíjjal is azt jelezzük a szülőknek, hogy jó döntés a magyar tannyelvű oktatásnak a választás. És hát nem utolsó sorban most a hozzátartozik ugye minden támogatása a Magyar Nemzeti Tanácsnak, illetve a magyar kormánynak, amit a Magyar Nemzeti Tanács által nyújt, a tanszercsomag, amit az elsősök, az első magyar első osztályba iratkozók kapnak, illetve Újvidéken most az idei tanévtől kezdve beindítjuk a középiskoláinknak a megerősítését is, és épp a mai nap folyamán érkezett meg az a tankönyvcsomag, ami a középiskolai első és második osztályosok számára lesz ingyenesen biztosítva az Újvidéki Magyar Oktatási Projektum keretében. A magyar iskola előkészítős gyermekekkel és szüleikkel találkozunk. Az adventi időszakban egy mesekönyvvel és egy csokoládéval kedveskedünk számukra, átadva biztató üzenetünket, hogy jövőre magyar iskolába írassák a szülők a gyermekeiket. Sokat jelent számunkra ez a támogatás, támogat az anyország, és hát örülünk neki minden alkalomkor, amikor ilyen valami támogatás van, segítség az anyországtól. Az alkalmi rendezvény folytatódásában a Rákóczi Szövetség egyszeri 10.000 forintos ösztöndíjat adták át a szintén újvidéki és környékbeli, de már elsős kisdiákok részére, szintén a magyar nyelv továbbtanulásának céljából.